Ebben a videóban egy rövid bevezetést szeretnék az R programhoz, a statisztikai programhoz, amit a következő szekvenciában bemutatnék adni, amely segítséget ad néhány fogalom értelmezésében, talált dokumentumok, internetes segédanyagok könnyebb olvasását teszi lehetővé. Néhány hasznos információt fogok összefoglalni a következőkben. A statisztikai szoftverek általában négy nagyobb lépésben segítik a felhasználó munkáját. Ezek közül az első ilyen előfeldolgozás adat beolvasási funkcióként foglalható össze. Adatainkat ugye külső forrásból szoktuk általában gyűjteni, valamilyen beállított kísérlet vagy működő adatgyűjtőből származnak. Általában nagyon sokféle formátumban állnak rendelkezésre. Ezeket az adatokat kell a programra beolvasni, valamilyen felhasználói interfész segítségével. Gyakran előfordul, hogy az alkalmazott statisztikai programon kívül kell még előfeldolgozást végezni. Itt ebben a néhány előadásban ezeket a kérdéseket, tehát a külső előfeldolgozás kérdését nem fogom érinteni. Ebben nagyon sok kapcsolódó honlapot lehet találni, amelyet meg lehet tekinteni, hozzá lehet olvasni az itteni anyaghoz. A következő ilyen nagy lépés egy programban, úgynevezett felfedező adatelemzés végrehajtása. Ez alatt a fogalom alatt leíró statisztikák készítését értjük elsősorban. Olyan az adatok szerkezetét, belső összefüggéseit feltáró, gyorsan végrehajtható, zömében grafikus módszereket értünk alatta, amelyek segítségével az elemzést végző közelebb kerül az adatokhoz, közelebb kerül azokhoz az információkhoz, mutatókhoz, amelyek később az elemzés módszerét segítenek meghatározni. Következő lépés maga a statisztikai elemzés. Egy előre beállított, gondosan megtervezett kísérlet magával hozza ezeket az alkalmazandó módszereket, míg egy természeti folyamat megfigyelése az arra vonatkozó adatgyűjtés sokszor utólagos megfontolások alapján választott módszereket igényel. És az utolsó lépése ennek a elemző munkának az adataink megfelelő módon történő bemutatása, megfelelő minőségű, legtöbbször grafikus output készítése, illetve az adatok az elemzés eredményeinek az összefoglalása, táblázatok a készítése. Ez a négy lépés, ami statisztikai adatfeldolgozás, adatelemzés, sek mindegyikét érinti. Ugye nagyon sok szoftver különbözőképpen valósítja meg ezeket a funkciókat. Ebben a kontextusban szeretném szembeállítani a bemutatásra tervezett R program és az általában vagy általánosan használt pénzért kapható ebből élő cégek által fejlesztett programoknak a tulajdonságai. Ugye az általános megközelítés az adatelemzés, statisztikai elemzés kapcsán
a felhasználónak nyújtanak egy szokásos programoknál, Windows programoknál nyújtott felhasználói felületet, és ezen a felhasználói felületen keresztül érhetők el a program funkciói, választható ki a elemzés módszerei, olvashatók be az adatok, és különböző módon, ikonokkal menünk keresztül érhetők el ezek a funkciók. A legtöbb elemzés előre elkészített ablakok, formok kitöltésével hajtható végre, tehát a tablak megfelelő mezőibe írhatjuk be kiválasztott változóinkat, amelyeket bevonnánk az adat táblából az elemzéshez. El tudjuk végezni néhány kattintással a szükséges elemzést. Ezek a formok általában egy-egy meghatározott vizsgálathoz előkészítettek, széles körűen elterjedt módszerekhez készítük őket, és ennek megfelelően egy meghatározott irányt adnak a vizsgálathoz, amit a program tervezője elképzelt, amit a program tervezője meghatározott, ezzel determinálva az elemzés végzőnek a munkáját. Ha az adott vizsgálat vagy elkészítendő ábra ettől a szoftver tervezőjének a gondolatmenetétől eltérő feltételeket vagy módszert igényelne, legtöbb szoftverben lehetőség van eltérni ettől, viszont akkor a programnak a belső működéséhez rugalmasabb hozzáférést adó eljárásokat, kis programozási nyelvet, minden egyes programnak van script nyelve, egészen a legegyszerűbb táblázat, kezelők, egyszerű statisztikai elemzést lehetővé tevő programoktól a speciális szoftvereken át. Tehát egy olyan új környezetben kell a mi egyedi igényeinket leprogramozni, ami az előbb említett grafikus felhasználói felülettől radikálisan eltér. Gyakorlatilag egy új programot kell megtanulni, ha saját egyedi igényeink vannak, amellyel ezt az elemzést nem a szokványos lépésekben, menetben szeretnénk végrehajtani. Még egy sajátossága van ezeknek az általában használt programoknak, statisztikai programoknak. Miután kitöltöttük ezeket a grafikus formokat, egy hosszú eredménylistát kapunk. Eredményül grafikonokkal kiegészítve, adatokkal, közbelső lépések eredményeivel, amelyet ugye később nekünk kell válogatni, kiemelni belőle a szükséges vagy felhasználandó részeket. De sokszor ezek az outputok önmagukban nem könnyen áttekinthető eredményhalmazt adnak. De ezzel szemben az R megközelítése egészen más. Egészen más. Itt az eredményeket elég szűkszavúan közli, és ahhoz, hogy plusz részletekhez jussunk hozzá, nekünk kell egy pici munkát befektetni. Nincs igazán ilyen egységes
felület közvetlenül az R fejlesztői által is használt egyszerű nyelv segítségével tudjuk az adatainkat manipulálni, beolvasni, elemezni és elkészíteni a szükséges az elemzés publikálásához szükséges ábrákat, táblázatokat. Ennek előnye az, hogy a grafikus felületen elérhető előkészített formok kitöltésével működő módszerekkel szemben, bár nehéz az első lépéseket megtenni, tehát ha nem szembesülünk azzal, hogyha mi szeretnénk egy egyedi vizsgálatot elkészíteni, egy teljesen új eljárást tanuljunk meg. Itt a dia alján egy idézet van, az egyik népszerű és elterjedt elemző szoftver az SPSS társalapítójától. Ő mondta, hogy napjainkban az R, amit a következő videóban szeretnék bemutatni, az egyik leghatékonyabb és rugalmasan használó ható statisztikai csomag. Sok helyen lehet olvasni, hogy az ilyen elemzés végzők körében az a nyelvet a lingua franca. A következőkben, mi áttekintés után segítséget próbálok adni ezeknek az első lépéseknek a megtételéhez, ahhoz, hogy tényleg egy hatékony adatelemző környezet birtokába kerülhessünk.